Sziasztok, ez itt a Sárkány Radar benne a DB Super Manga 70. fejezetével. Nagyon jó fejezetet kaptunk, de sajnos megdőlni látszik az, miszerint a teóriánk szerint Granola egy csillagharcos lenne. Viszont nincs minden veszve, mivel maradt egy kis kapu, amivel megtarthatjuk még a teóriánkat. Kiderült, hogy meddig élnek a Szereliánok, ami egy kicsit kimentésként is szolgált az alkotóink számára, valamint arra is fény derült, hogy Monajtónak a sárkánya mennyire ravasznak számít. Granulának nagyon látványos megjelenése lett a hosszú hajával, de sajnos elég hamar megszabadult tőle, illetve az is kiderült, hogy lehetséges, hogy a hősünk még Bill szintjén is lehet. A küzdelme érdekes volt Elek társai ellen, míg Billsnek a Hakály képessége visszatért az Istenek csatája mozis időre. Az első jelenetben Granola meghökkenése fogadott minket, ám a rajongók már megszokhatták, hogy a sárkányok mégsem mindenhatóak. Kiderült, hogy a sárkány nem tudta teljesíteni a hősünknek a kívánságát, de hát pont ekkor érkezett meg a kiskapu, amivel előjött a ravassága is. Ahogy kiemelték a tekintetét, érezhettük az ördögi hatást is rajta, míg az alkukötés az ördög egyességét is jelképezte. Granolának a kinézete a hosszú hajával elképesztő ábrázolást eredményezett és olyan hatást tudott kelteni, mintha egy zöld SS-i 3-ast kaptunk volna. Az alkata és izomzata is kiemelődött, a hajzat pedig részletes lett. Toyotaro-nak a rajztudása ennél a jelenetnél tudott felébredni igazán. Mivel Granola olyan igényesen került megvalósításra, mint ahogy Toriyama sensei csinálta akkor, amikor az SS-i 3-as szintet kellett megrajzolnia. Ahogy Monajtó aggódva reagált a látottakra, nagyon jól alakította az öreg papát, míg látszott, hogy Granola már is megváltozott a hatalomtól. Elárulták, hogy a Szereliánok nagyjából 200 évig élhetnek, a hősünk pedig 50 éves a történet szerint. Ezek a tények azok, amik alá tudnak ásni a csillagharcos teóriánknak. De úgy vest, hogy az alkotóink csak meg akarták úszni Granola hátterét, hogy ne kelljen bonyolultabb szálakat kitalálniuk. De akkor miért hasonlítanak a képességei a csillagharcosok képességeihez, miután erősebb lett a hősünk, hiszen ugyanúgy tud repülni, és még az energiát is képes érzékelni? Ezek a képességek a földieknél is megvannak, de ott van az a tény, hogy Gokuék nem tanulhatták volna meg ezeket, ha nem lettek volna alkalmasak rá. A sárkány azt mondta, hogy úgy tudja teljesíteni a hősünknek a kívánságát, ha megadja neki azt az erőmennyiséget, amennyit Granola az élete során el tudott volna érni. Vagyis a jövőt adta volna meg a hősünknek, csak nem kellett kivárnia az eltelt időt. Ilyen pályafutást csupán a csillagharcosok tudnának elérni, ami újabb nyom lenne arra, hogy Granola egy csillagharcos csupán ismételten bezavar, hogy 50 évesnek mondták ki. Elvileg ő az, aki megélte az álombéli jelenetet is, de mi van akkor, ha amit Granola tud magáról, csak Monajtó műve? Miután a hősünk elrepült, az öreg Namek úgy zuhant össze, mintha ő már egyszer kívánt volna egyet a sárkánytól, és lehetséges, hogy ez a kívánság hatással lett Granolára. Könnyen lehet, hogy módosította a hősünk emlékét, hogy idősebbnek gondolja magát, amivel jobban meglehetett az alibi, miszerint Granolának nincsen köze a csillagharcosokhoz. Lehet, hogy Monajtó el akarta tüntetni a csillagharcos nyomait, hogy így megvédhesse a hősünket, mivel csak Granola állítása bizonyítja azt, hogy ő 50 évesnek számít. És szerinte úgy valósult meg a kívánsága, hogy a sárkány elvette tőle a maradék 150 évét. Valójában azonban a sárkány nem mondott számokat, és arra se tért ki, hogy Granola mennyi éves. Ő csak azt mondta, hogy a hősünknek 3 éve lesz hátra, de azt nem hallottuk, hogy 150 évet lopott el tőle. Sajnálhattuk, amiért Granola megszabadult a szép hajától, mert nagyon jól mutatott vele, és látszik, hogy csak azért kellett levágnia, hogy Toyotarónak kevesebb munkája legyen vele. Az elekéknél töltött idő remek hangulatban telt, és váratlan volt táncos nőket látni náluk. A rajzolások ügyesek voltak, illetve a társaságnak a tagjai is jól hozták a vonalaikat. Amikor Elek elküldte Granolát a vacsora indokával, gorombaság volt tőle, hogy nem hívta meg a hősünket enni. Semmire se tarthatja Granolát, és véletlenül többször is megalázták a hősünket. Amint a hősünk szemléltette az erejét nekik, ezt nem csak azért tehette, hogy menő legyen, és így szedje ki belőlük dermesztőnek a hollétét. Érezhettük a jelenetek között a bosszúállást is, illetve amint megelevültek a mozdulatok, ismételten hatásként előjött a DB Evolúció film. Ahogy Goku ott is megmutatta a kötekedőinek, hogy mennyit is ér valójában, Granola is ehhez hasonlót csinált, és még ugyanúgy akrobatikus mozdulatai is voltak, illetve látványos kitéréseket is csinált. Viszont hiába állították be nagy dolognak Elek társainak a lenyomását, erőszintben úgy érezhetjük, hogy még a DBZ elejét se értük el. Lehet, hogy Elekék tényleg gyengébbek, és akkor Granolának nem kellett megerőltetnie magát.
Vagy a történet azt szeretné beállítani nekünk, hogy Elek társai annyira erősek, hogy még képesek lennének egy nagyot beütni Brolynak is? A Hawkeye a pusztítás isteneinek a legfőbb fegyvere, és először a DB Superben kaptunk belőle jeleneteket. Törvénykező erőnek indult először, de aztán Toppóval kiderült, hogy technikákat is lehet belőle formálni. Amikor Goku elpusztította a fúziós Zamasut a DB Super manga szerint, ez elég nagy eltérés lett az animéhez képest, ám a mostani fejezet ugyanúgy megemlítette. Vagyis folytatni szeretnék azt, hogy lehetséges úgy eltanulnia ezt a képességet valakinek, ha éppenséggel nem pusztítás istene, vagy éppenséggel jelölt a posztra. Érdekes, hogy úgy akarják beállítani, mintha Goku már nem is lenne képes Hawkeye-t használni, hogy ezzel ne vegyék el Vegetának a kedvét. A történet ugyanis a Hawkeye-jal szeretné megmérettetni magát az ultraösztön ellen, mintha a két erő egyforma erős lenne. Nagy vállalkozásnak hangzik, de összejöhetnének a dolgok azzal, ha a Hawkeye igazi valójával is lehetne változás a használó. Amikor Bills használta, mindig kapott a hősünk hozzá egyfajta aurát, illetve Toppon is volt aura, ráadásul neki még a teste is megváltozott. Eddig úgy hittük, hogy Bills és Toppó is azért kapott extrát a testére, mert pusztítás istennek számítanak. Bills hivatalosan is az, míg Toppó jelöltként kapott új formát és lett ezáltal erősebb is. De lehetséges, hogy kizárólag a Hawkeye miatt változott meg a teste, ami azt jelenteni, hogy ilyesmi alakja Billsnek is van, és a többi pusztítás istennek is. Valamint Vegeta is ilyesmi formára tehetne szert, ha elérhetné egyszer a tökéletes Hawkeye szintet. Ha így haladna a történet, meg is lenne az ultraösztön riválisa, csupán egyedivé kéne tenni a formákat. Minden Hawkeye használónak egyedi formát kellene elképzelni, így Toppó azért kapott Broly hatású formát, mert az alapteste is nagynak számít. Vegeta esetében a csillagharcosok formáját kéne követni, mint ahogy az ultraösztönnél is lett Goku esetében. Míg Bills bármelyik formát is kapná meg, bármelyik változatban, ő mindenképpen kemény lenne. Az edzés pompás jeleneteket adott, bár abban találhattunk furcsaságot, hogy Gokunak megint edzenie kellett, holott Mono ellen elvileg már tökéletesítette az ezüst hajú formáját. Ez azt jelenti, hogy még most se tökéletesítette a formáját, vagy azt jelenti, hogy most jött el az az időszak, amikor különböző technikát tud majd csinálni vele, vagy esetleg eljött az az idő, amikor párosíthatná a formát a többi alakjával. A Hawkeye tanulása és hogy porszemekre robbanthatja a követ újításnak tűnhet, mert eddig a lilás gömbbel és az eltöröléssel jellemezték ezt a képességet. Utólagosan azonban találhatunk erre nyomot méghozzá az Istenek csatája moziban, amikor Bills csak úgy elparalasztott egy tojást. Annó úgy jött le, hogy csak így jellemezték az erejét, most azonban ezt utalásnak kell vennünk arra a Hawkeye változatra, amit Vegetának is meg kéne tanulnia. Nagy duranás, hogy Granola is képes erre a tökéletesített Hawkeye-ra, és ezáltal lehetséges, hogy még Bills szintjén is lehet. Illetve azt is bizonyították vele, hogy nem csak a pusztítás istenek és a jelöltek uralhatják ezt a képességet. A bonyodalmak ott fognak elkezdődni, hogy összeszeretnék ugrajztani Granolát Gokuékkal, ami egyébként jó harcot ígérhet a rajongóknak. Biztos, hogy erős lesz a hősünk, de mivel a sárkány is elmondta, hogy Granola nem lett mindenható, nem fogadhatunk a nagy fölényére. Csak azt mondta a sárkány, hogy jelenleg bár Granola a legerősebbé az univerzumban, a jövő pedig folyamatosan változik. Granola gyengébb lehet, ha a Gokuék időközben fejlődnek, vagy a harcuk alatt lesznek jobbak. És hát lehetetlennek hangzik az, hogy Granola jobb legyen annál a Brolynál, aki megette Gokuékat reggelire, és akit csupán a kék Gogeta tudott legyőzni. Plusz akkor ezek szerint erősebb a kék Vegitónál, Jirennél, az ultraösztönös Gokunél, meg mindenkinél, akit csak eddig láthattunk a sorozat világában? Ha csak Granola nem fog produkálni átváltozásokat, és ezzel fog egyre jobban erősebbé válni, és így érthetővé válik az, hogy miért tudna lenyomni mindenkit, aki eddig csak számított valaha. Ha nektek is maradhatott volna hosszú hajjal Granola a történet szerint, azt osszátok meg kommentben a videó alá. Illetve arra is felejetek, szerintetek mennyi esélye lesz Granolának Gokuék ellen. Ez volt a Sárkányradar benne a DB Super manga 70. fejezetével, találkozunk a legközelebbi alkalomkor. Addig is hellóztok! Ha tetszett a videó, lájkolj, kommentelj, és iratkozz fel, és keresd a csatornát a további tartalmakért.